Nos, srácok, itt tartottunk. Tudjuk, hogy az emberkinket beropszoppantották ezen a lyukon, amit szerintem kicsi az esélye, hogy túlélt, de legalább megvan a nyelve, amit levágott magának ott. Szóval ennyit megtudtunk az előző részben, illetve az, hogy találtunk egy kulcsot, egy régi megviselt kulcs, de legalább egyben van. Na most, nincs más tippem, mint hogy ez a kulcs a műhelyhez tartozik, ahogy azt mondtam az előző rész végén is, mivel a csávókám beszélt a műhelyről, hogy ott töltött el viszonylag sok időt, és annak a kulcsa még mindig nála van. Úgyhogy gondolom, hogy ez lehetett az. Úgyhogy most megkísérjük betámadni a műhelytet. Úgyhogy reméljük, hogy a kutyó még mindig nyugodt. Ami itt van kint. Hello? Várjatok már! Meg lehet gyújtani ezeket most már, ezeket. És az jó, ha meggyújtjuk? Szerinted, vagy nem? Ha? Ha meggyújtom, akkor elmúlik az árnyék, amiben el tudok bújni, vagy ide nem jönnek a gonoszok? Ide nem jönnek a pókok. Gondolod? De én nem a pókoktól félek, hanem a kutyótól. Kutyó? A kutyót a hússal el tudok csalogatni. Írták a srácok. Igen? Aha. Hova? Hát, hogyha valahol lerakodsz, nem oda megy, tudod. Igen? Na jó. Akkor arra kellett a hús. Álljon oda. Azt tudjuk, hogy a folyos, hogyha ennek a folyosócskának a végén jobbra megyünk, akkor ott lesz a rektár. Itt nem volt lámpás a falon? Nope! Nem láttam semmit. Kutyó? És mennyi ideig csalom el a kutyót? A műhely jobbra van. Itt van egy meggyújtható lámpa. Kutyó? Remélem nincs te kutyó. Ott van a műhely bejárat. Itt van egy lámpa. Én ezt meg fogom gyújtani. Jesus. Igen, ezt beszoptam. Most már az elbújó nem működik olyan jól. Csak itt. Jó, na nézzük, hogy ide való a kulcs. Yes, please! És ez a sárga villanás az autószév. Na figyelj, kutyó! Én nem akarom, hogy megharagudjál, és fogalmam sincs, hogy mi fog történni, ha ezt csinálom, esküszöm. De én ezt ide rakom. Nobody enters. Szóval ez a műhely. Halló? Ilyen nagy ez a műhely. Jó, ez még nem a műhely. Ez a műhelybe vezető út. Akkor itt még lehet kutyó? Hogy baszd meg. És már megvannak gyújtva dolgok. Ha! Most érdek, hogy nem lenne rossz, hogy lehet arra szólni az ajtót. Eltorraszoltam, de mivel? Lehet, hogy a hordó nem elég? Bassza meg. Várjál. Ott a kutyó! Ah! Ladies and gentlemen, we are fucked officially! De akkor mi az anyámmal torlaszoljam el az ajtót? A hordó not cool. Lehet, hogy a dobozóval kéne? De komolyan, mivel? A kővel? Mert akkor mondtam, amikor... Lesz a kő. Van még valami? A dobozokat nem tudom arrébb mozdítani, sajnos. Most ő bejött, vagy nem? Ha? Hello?
Mi van az a hang? Oké, okay, Rambicson! Ez mi? Nem tudom. Hol a műhely? Műhely, erre! Go, bitch, go! Nem nézek senkire. Itt van. Hallom a hangját. Ezt a lámpiandót nem kapcsoljuk föl. Kutya? Bazzik, nem tudtam, hogy mivel eltorlaszolni az ajtót, nem tudom, mivel kell. Oké, nincs itt a kutyó. Bazd meg! Egy panel furcsa helyre rakták, egy kétség kívül sokkal újabb, mint a bánya többi része. Be kell ütni a kódot. A picsába, bazd meg! Hol a tökömben van a kód, bazd meg? Ez így nem lesz jó. Kutyó? Kutyó, 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 kutyó. Hordó vagyok. Oké, menjünk el erre, nézzük meg. Mi van erre itt? Oké, itt nincs kutyó. Ez jó. Ez egy jó rejtek hely itt, ez a doboz. Bassza meg a kurva élet, hogy nem lehet eltalaszolni ezt a mocskos ajtót. A dobozokat biztos, hogy nem tudtam megmozdítani. Hogy nem lehet agyonverni a kővel? Hú, ez nem volt túl peta. Régi kerekek és más hulladék. Ott a kutyó. Ott a kutyó. Nem baj, bebújunk ide, megnézzük itt mi van. Halló, papíró, valami más? Semmi. Kutyó maradj ott. El vannak a robbanószerek. Fantasztikus. És erre mi van? Elvileg itt kutyafria a cucc. Itt van egy lyuk. Bemondott az egyetlen kijárat. Akkor ezt kell majd felrobbantani, bemutatni a kijárat, talán már évekkel ezelőtt nem kellene kockáztatnom az életem, amikor rámomolt az egész létesítmény. Viszont ha haladni szeretnék, el kell takarítanom a törmeléket, biztos van itt valami használható dolog, talán bányászati robbanószer. Igen, megtaláltuk a leírást is hozzá, hogy hogyan kell robbanószert előállítani tulajdonképpen. Megpróbáljuk husóval elcsalni a kutyót. Ez a véleményem. Jobbra nem voltunk még. Halló? Megvan a kutyó. Na jó, srácok, nézzük. Adottam egy husót. Remélem az, hogy jó neki. Úgyhogy erre megyünk. TNT. Jesus. Ez egy betonkeverő, szebb napokat is látott. Remek. Nyugalom, kutyó, nyugalom. Bazd meg, itt nincs semmi! TNT. Trinitrotolol. Valószínűleg bányászati alkalmazásra, viszont nem találok kanócot. Aha! Annak az elkészítési módját pedig megtaláltuk a könyvben. De ezt valószínűleg a műhelyben találjuk meg. Na jó, várjunk kicsit. Ott a kutyó. Bassza meg, a kurva élet. Ez szopás lesz, Jani. Az meg kutya. Arrafelé két dolog volt, a műhely és... Csezd meg. Iroda, raktár van arra. Kutyó, nyugi. Nyugi kutyó, semmi gond nem lesz. No problemo. Valahol itt nem voltam. Biztos, hogy erre kell tovább jönnünk. Emetleg minden helyen voltam a másik oldalon, ugye? Vagy nem? Robbanószerek. Azt megtaláltuk. Erre van a beomlott kijárat. Erre nem volt semmi. Hogyha erre felé jövünk... Ha, ez egy érdekes. Pff.
Itt csak a műhely volt a kóddal. Az irodában ugye nem volt semmilyen jellegi kód. A papírosainkban volt valami kód esetleg? Nem hiszem. Ott van, kutyó. A robbanószerek műhely. Ez itt a műhely, a kódolt ajtóval, hogy bassza meg. És nem tettem papírt a földön. Na, nézzük meg milyen... Oké. Okay. A jegyzeteinkben... A parancsnoki naplóban nincs ilyen. Ami kód. Nincs. Akkor ezt meg kell találnunk. De hol a faszban? Itt nincs más semmi. Várj, itt egy térkép. Itt egy térkép. Nézzük. Műhely, a robbanószerek, északi terület. Akkor ez csak itt van. Paszki. A raktárban nem volt semmi. A raktár alatt, ott megtaláltuk a papírokat, de az nem erre vonatkozott. A robbanószereknél csak a TNT volt. Az irodában nem volt semmi. Nálunk nincs semmilyen jellegű plusz kulcs. Jegyzet, füzet, igen. Igen, ez a lakat. Régi lakat, nem bél lakat. Van egy lakatunk, amit levertem. Ez fontos. A Bakstrin, az a robbanószeresz lehet jó. Öngyújtónk van még. Ha. Érdekes. Hol lehet ez a kurva kód? Az egyedüli hely, ahol... Amit nem néztem még meg... Várjál, itt voltunk, itt voltunk. Nem, nincsen. Várjál. Kutyó középen lesz, jó. Addig nincs gond, amíg ott van. Az engem nem zavar. És még van nálunk húsó is. Csak nyugalom, semmi pánik. Megnéztem a... Itt még nem néztem szét. Volt, ezt kell felrob... Ja! Imádom ezt a műhelyt! Kétség kívül ez a legjobb vadászmező. Itt mindig van zsákmány. Egyet mondhatok. Sajnálom azokat, akiknek nincs így kifinomult érzékű ajkuk. What? Rőt először négy rét szedi őket, aztán farkas étvágya eszi a húsukat. Nem kerülnek egyebek nyolcadjára, de nem is fognak, hála az ajtóra szerelt számkódnak. Nem értem, de a rőt ma is visszafelé gondolkodik. Ó! Oh. 1, 4, 8, és akkor visszafelé 8, 4, 1. Ha? 8, 4, 1. Na, hogy visszafelé gondolkozik. Hát 3 egy jó kód. És akkor visszafelé gondolkozik, tehát 8, 4, 1. De? De nem 4 szám volt. Na mindjárt megnézzük, nem tudom, hol láttad a negyediket, te vagy Johnny Holmes, vagy halucinálsz. Mindjárt megvizsgáljuk ennyit a papert, csak jussunk vissza. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Szóval, vegyük csak elő még egyszer a paperot. A... Nem ezt jegyzetek, kedvenc műhelyem. Szóval, itt szám. Ó, de bazd meg, tényleg, kétség kívüllel kezdődik. Igazad van, bazd meg. 8, 4, 1, 2. Visszafelé. Yes! Na! Szóval ez a műhely jó. Kávé. Zseni vagyok. Javultak az esélyek, hogy a robbanás során nem veszítem el a fontosabb tagjaim. Mert mi ez? Valamit felvettünk. Mit? Pamutfonal. Épp elég hosszú, hogy gyutacsot csináljak belőle. Mindjárt olvasok a könyvet, miután megtaláltuk itt a dolgokat. Ez egy safe pont elvileg, de mindjárt, azt majd mindjárt megfogdossuk, miután itt befejeztem a teendőimet. Előbb nézzünk szét itt. Mi volt az a hang? Ezek itt kövek. Talán csak egy jégdarab, ami
megtöri a fényt, vagy inkább a képzeletem játszik velem, de mégis mintha látnék valamit a kövek alatt. Igen. Pakoljuk csak arrébb ezeket a retkes köveket. Ez túl nehéz ez a kő. Ez is túl nehéz ez a kő. Ez a kő nem túl nehéz. Wow, 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 wow! Csákány! Más nincs? Oké, találtunk egy csákányt. Ez a műhely tényleg egy kincs. Kincs bánya. Sikeres ásmester minden eszköze. Ez egy, ez valami generator. Ősi, de annyira, hogy azt sem tudom, mire használták. What the fuck is that? Ez mi a pina? Ide kell valami. Erre a cuclira, nem? Itt nem lehet megkezezni. Ezt se lehet megkezezni. Ez valami, hát én nem tudom, hogy fűrészelős tudsz, vagy én nem tudom, mi lehet. Az anyja kínját. Halló? Hűha, fogjuk meg ezt a cuccost. Halló? Ez más volt, de akkor mégis ugyanolyan, mintha több befolyásom lett volna, de ugyan mire? Jesus. Save point is on. Hello? Ez egy börtön? Mentési pont. Mi a tök? Ez valami pohjárat? Legugolva megyünk tovább. Itt van valami faszari cucc. De azért nézzük már szét, hogy most ezt meghallja valami, elkezdek itt dörömbölni. Elektronos kerítés. Egy mostanában felszerelt elektromos kerítés. Mindenképpen át kell jutnunk valahogy. Akkor ezt valahogy le kell kapcsolnunk. Erre lehet jönni. Mi van, ha itt szétverem a falat? Már nem akarom szétverni, bazd, mi van, meghallja valami? Vagy valaki? Halló? Hallom a pohkokat. Ez én voltam? Megmosztottam a fa deszkákat. Ott egy jelzőfény. Add ide! Kösz. Amit mai napig csak Filztolnak hívok. Yes, please? Nem, ez ennyi. Akkor nem is kell széttörni a fadeszkákat? Ez ide vezet. Hordó? Nope. Itt a hordók között bármi. Akármi. Dobozka? No. Nem. Itt sincs dobozka. Érdekes. Érdekes. Na jó. És ezen hogy a picsába? Na álljunk meg. Ezeken a dobozkákon át lehet ugrálni? Ha? Szerinted? De lehet, hogy kell egy hordó is, de? Na várjátok, mindjárt összegyűjtjük a dolgokat itt. A hordót nem tudom ezen a buckán átemelni, szerintem. Itt viszont találtunk egy dobozkát a hordók alatt. És vannak deszkák is. Ha! Na várjunk egy picit. Ez most elkezdett érdekelni. Szóval itt egy dobozka. Alá kell támasztani a deszkát? Mondjuk valahogy így? Ha? Na, nem, 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 nem. Hogy is kell ezt? Ez igen, és hogy kell forgatni? Így lehet hajolni. Ez a zseblámpa. Így valahogy. Ha? Na jó, nem tudom. Mindjárt megnézzük a deszkát. Deszka? Deszka? Hozok egy deszkát. Ezeket fel lehet venni, ugye? Aha. Na, erre kíváncsi leszek, bazzik. Azt hittem, hogy le kell kapcsolni. És vajon elég egy deszka, vagy kettő kell? Ó, oh, ez így lefordul. Ha! Ez egy deszka. Hozok egy másikat is. Hát, ha jó lesz. Ha majd kettő volt. Lehet, hogy...
Bazd meg a kurva életbe! Yes! Hello? Itt is van a dobozkák. Ez egy akkumulátor. Na most már kikapcsolt az elektronos kerítés. Még furcsa, hogy egy autós aksi így megbasz, de... Vagy lehet, hogy nem. Nem tudom. Nem baszottam még magam autó aksival elégszer ahhoz, hogy tudjam, hogy mi van. Itt is vannak dobozkák. Robbanószerek. A francba zárva. Hogy fogok oda bejutni? Mondjuk az ajtó épp elég réginek és gyengének tűnik. Azt hiszem, megtaláltam a robbanószereket, mert csak valahogy be kell törnöm ezt az ajtót. A csákánnyal. Ha? Gyerünk, bazzeg! Törd be a kurva anyát! Yes! Sikerült! Kövek? No, kövek. Mi van itt még? Ó, itt van fájdalomcsillapító. Gondolom, arra gondoltak pont, hogyha esetleg... Dinamit. Dinamit? Minek? Hát találtunk egy egész ládával, bazd meg. Vagy hordóval, vagy mi az anyja. Ez mi? Ez valami bombó? Aha. Érdekes. Remek. Egy lőporos hordó. Van egy kis lyuk a tetején, de nem elég nagy ahhoz, hogy belenyúljak. Van nálunk valami csipesz? Vagy verjem szét? Vagy most mi a szar? Itt én nem találom. Várjátok. Hát nincs semmi hasznos. Remek. Ebben a cuccban nem volt más. Fel kéne borítani? Ha? De nem lehet megfogni. És nem lehet odébb tolni sem. Szétverni meg nem kéne, mi? Felrobbanok? Nem hiszem. Túl kicsi a lyuk, hogy átfűzzem rajta a madzagot? What? Hát mekkora lyuk ez, bazzeg? A csákánnyal bele tudunk baszni. Száraz lőpor. Ez kell a népnek. És hogy adjál? Aha. Várjatok, ezt a kettőt össze lehet... Backstreetbe áztattam, így már megtapad rajta a lőpor. Legalábbis nagyon remélem, hogy tapadni fog. Aha! Aha! Most itt van a Backstreet-os madzag. Hihetetlen, de életem első gyutacsa. Na jó, de akkor mire kell a dinamit? Oké, menjünk vissza. Megvan a gyutacs, akkor most már csak a hordót kell elvinnünk. No. Itt vagyunk a műhelyben. Én megfogom ezt a cuccot, hogy legyen tudni. Ezt sem fogom megszokni. Én sem, haver, én sem. Na jó. Akkor most kimegyünk. Felkapjuk a hordót, belerakjuk a gyújtacsot, meggyújtjuk az öngyújtóval, és felrobban, és fuck yeah. Viszont a kutyó miatt körbe kell mennünk. Én nem tudom, hogy a hordót hogy fogjuk elhozni, úgyhogy jött a kutyó, de mindegy. Halló? No? Na csak óvatosan. Fú, ezt jól össze kellett kombinálni, bassz meg. Hallom a kutyót. Ott van még, ahol volt? Ott bizony. Van nyert.
Nyugalom, kutyó, nyugalom. Semmi gond, nem lesz baj, nyugi. Menj el egyet csak a husót. És akkor most nyomjuk a TNT-t. Gyere, Mr. Hordó. Kérlek, még edd a husót egy kicsi ideig. Gyerünk, haver, gyerünk. Úgy. Oh, yeah. Oké, ezzel meg vagyunk. És a robbanásra nem fog ide jönni. És hova kell bújni a robbanás elől? Itt lehet itt jobbra? Itt volt egy ilyen beugrós cumóka. Oké. Most a gyutacsot... Elhelyeztem a gyutacsot. Elég egy szikra és minden levegőbe repül. Remélem, hogy azért itt maradok. Vagy én ezért itt maradok. Oké. Most akkor meg kell gyújtani, aztán rán. Ha? Oké. Kutyó? Aha. A kutyó megmozdult ebbe az irányba. Nem tudom, hogy... Igen. Igen, meg. Edd a husót! Edd a husót! Menj már! Oké. Visszatekintve nem értem, mi hajtott a bánya mélyebb részeibe. Talán az életben maradásom miatt fogok... Nem. Talán az életben maradásom miatt érzett arrogancia, vagy az a nevetséges elképzelés, hogy kihívhatom a sorsot, és én fogok győzedelmeskedni. Most már tudom, hogy jobb lett volna éhen halni. Vagy széttépve végezni, mint elindítani az események sorozatát, amik eleve a megírásához vezettek. Remélem megérted majd a történetem, és elég erős leszel, hogy véget vessenek a mesének. Én nem voltam rá képes. Oké, ott lemásztunk. Itt vannak ilyen konténerok. Itt nincs semmi. Itt sincs semmi. A konténerok mögött? Hello? Nincs semmi. Ez egy pauzna. Nincs semmi. Ezt a dobozt arrébb lehet mozdítani. Nem tudjuk, hogy miért. Oké. Azt mondja, generátorszoba. A lenti hangok annyira idegennek tűnnek a felszínhez képest. A szikra zuhanása is élettelinek hangzott, mintha sikított volna. What? Oké. Ez itt egy szoba. Itt van egy... ez egy gázpalack. Fasza. Ez is meg lehet gyújtani, vagy mi a tök? Ezek dobozkák, amik mozognak. Biztos van egy tartalék áramfejlesztő rendszer, szerintem ez is a része lehet. Oké. Be lehet menni. Én azt hittem, hogy ahhoz kell áram, hogy kinyissuk az ajtót. What the fuck? Oké. Ez mi? Ez is egy csúsztatható doboz. A fal ebben az üregben nem is olyan simul, mint a többi járatban. Vajon miért kézzel ásták? Ha! Nem akarok lemászni, oda bassza meg. Itt van egy mentési pontó. Von elem a zseblámpába. Az nagyon fontos. A 7G típusú Stilberg generátor. Köszönjük, hogy a Type 7 terméksorozat egyik darabját választotta. Biztosabb vagyunk abban, hogy elégedett lesz a benzinüzemű áramfejlesztő berendezésünkkel. A továbbiakban csak néhányat emelnénk ki a 7G modell számos új lehetősége és fejlesztése közül. Nem kell megszakadnia
a berántós indítómotort az elektromos meghajtás, a berántós indítómotort elektromos meghajtásra cseréltük. A gépteremben csöpögő kenőolaj balesetek okozója is lehet, ami rémálomban illő biztosítási ügyekhez vezet. Használják éjsége az új kenőolaj kezelőrendszert. Költséges dolog az elektromos szigetelés karbantartása, ezért új gazdaságos G7 alapmodell már enélkül érkezik. És még sorolhatnánk. Üzembehelyezés. Gondolva az esetleges túlmelegedésre, ellenőrizzük, hogy nem tartozik senki és semmi a 7G környezetében. Wow. Zárja a másodlagos áramkört a megfelelő szerep elfordításával. Igen. Indítsa be a hűtőrendszert, hogy elkerülje a túlmelegedést. Folyamatosan engedje ki a többletgőzt, amíg a nyomás a biztonságos értékre nem csökken. Ajjajjaj. Ellenőrizz az olajnyomást, így győződj meg arról, hogy az olaj nem folyik. Zárja az elsődleges áramkört a főszerep elfordításával, húzza meg az indítókart, ellenőrizze az áramtermelést. A készülék már megfelelően üzemel. Hogy baszd meg! Hát mennyi lépésből áll ez, baszod? Egyes. Kettes. Izé. Csepp. Izé. Oké. Okay. Oké. Okay. Ez itt a generátor. Ez hatalmas. Legalább 3,5 megawattos, de nagyon régi. Néhány lámpát viszont biztos ellát árammal. Yes. Ez az indítókar, gondolom én. Hol van még itt ennek része, amit meg lehet részezni? Ez mi ez itt ez? Oké, okay. Itt ezt meg lehet majd fogdosni valamilyen oknál fogva. És ezt is. Ha. Oké. Okay. Akkor a generátoron itt csak ez a forgatható rész van, ami fogdosható. Meg ez a cucli. Ez itt, meg ez a cső, ez itt ez, valamiféle védőlemez, vajon mitől véd? Jézus tudja. Mennek csövek itt át a falon. A cső ott megy. Itt lenni a szar van? Ha? Vajon hány baleset történt, mielőtt felszerelték ezt? Inkább bele sem gondolok. És ezt arrébb lehet mozdítani, ezt a falgenyót? Vagy nem? Na jó, várjátok, először megfogjuk ezt a kakkát, hogy mentsük el a cuccost. Ezek biztos kapcsolatban állnak az itteni eseményekkel, tovább kísérletezek, talán kideríthetek valamit, vagy szívrohamot kaphatok. Hát igen. Itt valami leesett. Ipari biztosítékoknak tűnt. Igen. És itt ezekkel kell valamit csinálni? Nem, nem is lehet. Vagy várjátok, nem, de hülye vagyok. Nem. Nem lehet velük semmit csinálni. Ha. Ezeket lehet elforgatni. A kézikönyv bele van írva, hogy hogy meg miért. Oké. Okay. Ezekkel majd később elvárunk valahogy. Ma akarom nézni, mi van itt, ha lemászunk a létrán. Letra. Utálom a létrákat. Jó nagy létre, bazd meg! Mi ez a hang? Hello? Van itt lent valami? Lófasz nincs itt lent. Meg lehet itt fogdosni valamit? Nem. Nem, nem. Valamiféle hasznos barlangrajz. Nem. Ha. Hát ez érdekes. Akkor mi a fasznak van itt ez a gödör? Nem jó. Mi? Generátor darabok? Na várjátok egy picit. Ebbe generátor darabok vannak? Mi van, ha ledobjuk és összetörik? Mert ezt nem tudom, ez fémből van.
Genius! Most láttam meg, hogy az oldalára van írva egy generátor parts. Az gyanús, nem? Hm? Akkumulátor? Hát ezt hozhattam volna az elektromos kerítésről is. Mondjuk ez nem fért volna át a lyukon. Csak az volt benne? Itt vannak még ilyen dolgok. De ezeket nem tudjuk felvinni. Oké. Okay. Gászunk fel. Akkumulátor. Az vajon a generátorhoz kell, vagy nem? Nem olvastam olyat a generátor kézikönyv, vagy akkumulátor kellene hozzá. De van aksing, mi a fasznak generátor? Jó, hogy szök. Telep! A régi generátorok indító motorjához akkumulátor kell, egy olyan, mint aminek itt kell lennie. Itt kell lennie. Oh, Jesus Christ, man! Remek, megvan az aksing, működik az indító motor is. Szerintem megvagyunk. Meg is vagyunk. Mi van? Na, álljunk meg! Álljunk meg! P! Nagy P, jegyzetek. Generátor kézikönyv. 1. Gondolom az esetleges túlmelegedésre ellenőrzünk, hogy nem tartozik senki és semmi a hétvégi környezetben. Nothing at all. Zárja a másodlagos áramkört a megfelelő szerep elfordításával. Zárja. Yes. Yes. Oké, oké, várjál. Indítsa el a hűtőrendszer. Szerintem az ez. Folyamatosan engedje ki a többletgőzt, amíg a nyomás a biztonságos értékre nem csökken. What? Az hol van az? Ez a kenőolaj. Bekapcsoljuk ezt is. Yes? Minden meg kapcsolva, nem? Várjál. Ellenőrizze az olajnyomást, és jelződjön meg arról, hogy az olaj nem folyik. Hol? Én megfogom ezt. Ne gond legyen, bassza meg. Nem tudom, félek attól, hogy ez a generátor cuccos, ez egy kicsit bonyolultabb ennél. Oké, let's do this. Már az is meglepő, hogy ilyen régi generátor egyetlen beindul. Valószínűleg csak egy áramlökést kapott. Ellenőrizni kell a biztosítékokat. Shit! Mi a fasz? Ott egy biztosíték a földön. Nem megoldás, ha visszatekerem a kiégett biztosítékot. A büdös picsába, Jani. Kell egy tartalékbiztosíték. És le is kapcsolt minden. A büdös kurva életbe. Hol a faszomba találok én biztosítékot? Ez egy kérdés. Itt volt gázpalackó. Oké. Okay. Na, nyomatom ezt a zseblámpa témát most. Itt. Bázd meg, mik ezek a hangok. Menjünk itt tovább, nézzük meg, hát ha találok valahol biztosítékot. Vagy valami rosszabbat. Ah! Kurva életben valami van itt. Kutyó. Ez akadályozhatta meg, hogy a munkaidőn kívül bemehessenek a bányába. Ez nem fog kinyílni áram nélkül. Oké. Okay. Raktár, ásatás, kiegészítő kijárat. Ez kóddal működik, plusz árammal. Tehát ehhez kell bekapcsoljuk a generátort. Fassa. És ezen belül ott egy ajtó. Itt fent pedig van egy ilyen... Itt erre lehet menni. Na jó, nézzük meg, mi van itt fent. Hát valami értelmes dolog.
Nem. Lófasz nincs itt. Remélem a morgást a rács mögül hallom, nem pedig itt kint. Itt mennek valami csövek. Itt van doboz ismételten. Oldalt. Ó. Oh. Remek. Remek, remek, remek. Azok a konténer cuccok nekem nagyon úgy tűnnek, hogy azokat le lehet zárni. Nekem most lesz egy ötletem majd, ha itt lesz kutyó. Az, az igazság. Hello? Seprű. Mi a faszt kezdjek egy seprűvel? Ez mi? Vészkürüsté. Vészkürüsté. Ez fontos. Vészkiürítési eljárás. Kérik a bánya dolgozóit, hogy vészhelyzet esetén kövessék az előírt eljárást, amit a nyomtatványon olvashatnak. A mentőcsapatok azonnal a munkához fognak látni, ezért semmi esetben se próbáljanak meg maguk segítséget nyújtani a kollégáknak, vagy értesíteni a mentőcsapatokat. A következő kódtáblát egy olyan szélsőségesen valószínűtlen esetben lehet alkalmazni, amikor valaki egy kijárat nélküli bányarészben ragad. Vagy valakik. Ezzel jelezni és üzenni tudnak a mentőcsapatoknak, ilyen esetben a teendők. 1. Óvatosan tapogassák ki és győződjenek meg az önt körülvevő sziklák stabilitásáról. 2. Ha bebizonyosodtak róla, hogy nincs omlásveszély, akkor keressenek valamilyen kommunikációs eszközt és adjanak le vészjelzést a lenti táblázat segítségével. Ha nem találnak ilyen eszközt vagy nem működnek, kezdjenek el határozottan üzenetet dobolni a barlang falán. A mentőcsapatok meg fogják hallani, és azonnal nekiláttak, hogy kiszabadítsák önt. Ez egy morzekód. Tábla. Azt hittem egy pillanatra, hogy valami dübögést hallok. Marha hús szelet. A francba. Ez mi? Biztosíték! Azt írja 50 amperes biztosíték, de a doboz üres. Remélem, nincs messze a tartalma. Ó, elemad a zseblámpába. Ezt a dobozt nem lehet felemelni. Az marhó szeret, fuck yeah. Jelzőfény. Bassza meg! Nincs itt a biztosítás. It's right there! Jumping skills are on. Megvan a biztosíték. És mi a faszra kell a sepp? Na jó, nézd meg, mi van erre itt. Jani, én nem akarok előre okoskodni. Okés? De ez itt... Ez egy csapda. Most nem akarom előre megfejteni a megoldást, de én ezt így kinyitom. És ezt a dobozt én ide húzom. Szerintem ebbe be kell dobni egy húsót. Ide be fog menni a kutyó, bezárom, rátom a dobozt és fagd. Ez biztos. Ez biztos. Szerintetek nem? Bazzik, mi a fasznak van itt? Hírom van készít el egy dobozt, hogy igen. Ez tuti, hogy egy csapda itt. Oké. Lehet, hogy két doboz kell neki? Készüljünk fel. Én felkészülök. Én felkészülök, bazzik. Velem nem baszik ki senki. Ha menjenek a kurva anyjukba. Ennyi. Annak a tetején nincs semmi, ugye nincs jó. Na jó. Hello? Ez egy rádiószoba. Az adóvevő tartalék alkatrészé egyáltalán nem tartaléknak tűnnek. Sőt, mintha most rakták volna ide őket. What? Hangszóró, doboz, ott nincs semmi mögötte. Adóvevő. Jesus Christ. Ez a sípolás a hangszóróból jön.
72. január 12. Fiúk, magam jöttem volna beszélni veletek, de fontosabb dolgaim is akadnak, mint hogy mindig azon idegeskedem magam, hogy rendszeresen dolgoztok-e. Tudom, hogy tűzbe tennétek a kezeteket egymásért, de azért szivatni is szerettek. Ez hozzátartozik a dologhoz. És rendben is van, amíg nem velem szúrtak ki. Megértem, hogy szükségetem van valami szórakozásra ide lent, gondolom nem mondok azzal újdonságot, hogy Penrose-nak gondjai vannak a magasságával. Szóval, ha megtudom, hogy melyik ötlete volt szabotálni a generátort, a tartalékbiztosítókat pedig a felső porcra dugni, annak velem gyűlik meg a baja. Érthető voltam? Szóval ebből derült volna ki, hogy fent van a biztosíték a polcon, nem oda megyek be először. Más. Jones. Még ma szükségem van a készlet nyilvántartásra, de a többieknek is szólok, ez nem csak játék és mese. Komoly probléma, hogy eltűnt még egy rádió. Reménykedjetek, hogy csak elhagyta valamelyik ökör, mert a lopás nagyon fel tud zaklatni. És ez már a harmadik a hónapban. Szóval hamarosan el fogom veszíteni a türelmem, és akkor komoly retorziókra számíthatok. Világos? Csak azt tartom furcsának, hogy mivel párokban dolgoztok, elvileg csak úgy kerülhet valaki ez egy rádió, hogy azt látja a másik is. Ha rájövök ki a felelős, azt is kiderítem, hogy úszta meg eddig. Aztán a részvevőket kipendelítem a hóba. Úgy fognak eltűnni, mint azok a bizonyos rádiók. Howard művezető. Látok, ezt a morzekódot meg kell fejtenünk. Tudja, hogy ez a pittyogás.